Busz érkezett a vidéki pályaudvarra, a város egyik legforgalmasabb helye a buszvégállomás, ahol persze sokan gyújtanak rá, pedig már elvileg tilos, január 1-e óta itt sem lehet füstölögni, a szigorú szabályozás pedig az egész területre és 5 méteres körzetére is érvényes. Stábunk csak olyanokat kérdezett, akik a tilosban cigiztek, szerintük szinte lehetetlen betartani a cigarettastoppot. Valószínű, hogy be lehet tartani, csak még szerintem túl korai, vagy hát még az embereknek hozzá kell szokni ehhez. Akkor a legjobban szükségre szinte. A várakozás miatt kell a legjobban igazából. Aki nagyon rá akar gyújtani, az biztos meg tudja oldani, hogy mondjuk ne a pályadon, hanem előtte valahol máshol megálljon, vagy ahol ki van jelölve, ilyen kijelölt dohányzóhely, ott gyújtson rá mondjuk. Hát igen, nehéz meghatározni, hogy hol lehet és hol nem. Például, hogy honnan kell számolni a megállótól azt a bizonyos 5 métert, vagy mi van akkor, ha egy füstölgő járókelő épp egy buszváron sétál át. Nos, Egér út még van, áprilisig ugyanis türelmi időt hirdettek a dohányosoknak, addig senki olyat nem büntetnek majd meg, aki tilosban gyújt rá.